Aláírásokat gyűjt az Ebremény Állatvédő Egyesület. A cél egy európai normáknak megfelelő állatmenhely létrehozása Székelyudvarhelyen. Székelyföld legtöbb városában, így Székelyudvarhelyen is problémát jelentenek a kóborkutyák. A polgármester hivatal korábban létrehozott egy kutyamenhelyet, amelynek azonban látogatási programja nem volt, így nehezen lehetett megnézni a befogott állatokat. Az Egyesület ezen szeretne változtatni. Első lépésként online petíciót indítottak, amely az Ebremény Állatvédő Egyesület Facebook oldalán érhető el. Az Egyesület a személyi jövedelemadó 2%-os felajánlásaiból tartja fenn magát, de a Fuss neki adománygyűjtő közösségi futáson is részt vesznek, amely szintén gyarapítja a kasszát. A pénzt a befogott gazdátlan állatok ellátására, ivartalanítására költik. Mi szeretnénk elérni, hogy legyen egy menhely a városba, ami látogatható, ahová az emberek úgymond szívesen lemennek, és akár örökbe fogadnak kiskutyát, vagy ha problémájuk van, beviszik. Az ivartalanítást pedig szerintem kötelezővé van ugye téve meg a csippezés. Ezt viszont most állatrendőrséggel, bármivel, valamilyen szinten kéne úgymond büntetni, hogy ne legyen minél több kutya, ugye, mert az a gond háznál megszületnek és kidobják. Az összes gazdit kereső állat fotója megtalálható az Ebremény Facebook oldalán. A szervezet tagjai az Európai Uniós normáknak megfelelő állatmenhely kialakítása mellett szeretnék elérni azt is, hogy az emberek vállaljanak felelősséget négylábújuk iránt. Állításuk szerint így csökkenthető lenne az állatkínzások száma.